Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Kettős ünnepünk van, az egyik, hogy itt állnak ezek a fiatalok, gyermekek, akik fölkészültek az első áldozásra, már gyóntak, megbánták bűneiket, ezért állnak ilyen szép fehér ruhába itt, hogy tiszta a lelkük, mint Isten igazi gyermekeinek, és ma fognak találkozni Jézussal az oltári szentségben, magukhoz veszik először, és reméljük és imádkozunk értük, hogy innentől kezdve felelősen Jézussal járva járják ezt a utat, a kereszténységnek az útját. Ugyanakkor Szent Háromság vasárnapja van, magasztaljuk és áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, akik egyek, pedig három szemét imádunk bennük. Megkérem a szülőket, hogy jöjjenek ki gyermekeikhez, és áldják meg őket ezen a szép napon. Köszönjük meg Istennek, hogy vannak, hogy az övék és az Istené, és áldják meg őket ezen az úton. Az áldó imádságot én mondom előre, ez a szülők, kedves szülők, imádkozzák majd velem együtt. Köszönöm, Uram Istenem, neked gyermekemet. Csak a szülők. Köszönöm, hogy rám bíztad életét. Köszönöm, hogy kezét saját tenyerembe fogva én kulcsolhattam imára először. Kezét saját tenyerembe fogva én kulcsolhattam imára először. Hálát adok érte neked. Kérlek, áld meg gyermekemet. És töltsd be szívét isteni szereteteddel. Amikor ma magához fogad az oltári szentségben. Ne engedd, hogy elszakadjon tőled, mert csak addig a miénk, amíg a tiéd is. Vezesd őt egész életében is, az ő kezével együtt a miénket is. Miénket is. Hogy minnyájan mindig a te utadat járjuk. Hallgassa meg imádságotokat, könyörgéseteket az Isten, és tényleg gyarapítsa az ő áldását és a ti áldásatokat. Lehet most a helyetekre menni, kedves szülők és első áldozók. Mi pedig minnyáján, kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, töredelmes szívvel bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezekben a szent cselekményekben. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érette Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
dicsőség a magasságban Istennek. És a földön végesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk néged, áldunk néged, imádunk néged, magasztalunk néged, áldunk néged, nagy dicsőségeért. Könyörögjünk, mennyei atyánk, te elküldted a világba a fiadat, az igazság igét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így beszél az isteni bölcsesség. Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tért elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, a halmok előtt születtem. Amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem. Ott voltam, amikor az eget teremtette, és az ősi színének körét megvonta, amikor a felhőket felerősítette, és az ős források erejét megszabta, amikor kijelölte a tenger határát, és a vizek nem csaptak ki, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence. Napról napra csak bennem gyönyörködött. Mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész föld kerekségen. Sörömmel voltam az emberek fiai között. Ez az Isten igéje.
fecske Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén mi igazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk, a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk. Mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csatlakozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkben az Isten szeretete. Ez Isten igéje. János könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványihoz. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, az enyém is. Ezért mondottam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves első áldozók, és kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves minnyájan testvérek, akik itt összegyűltünk, hogy ünnepeljük Jézus csodálatos jelenlétét, hálát adjunk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és nem utolsó sorban értetek, akik itt vagytok, első áldozók. Olyan világban élünk, nektek ezt nem is kell magyarázni, olyan világban élünk, hogy szinte nagyon sok mindent az ember nem is kell kimenni a szobájából, hogy megtekintsen. Rákatintok az internetbe bármelyik képre, és már látható. Sőt, lehet, hogy voltatok, biztos, hogy voltatok, néztetek háromdimenziós filmeket. 3D-ben voltatok, vagy még nem? Lehet, hogy voltatok. Sőt, már otthon is lehet ilyeneket nézni. Szinte azt lehet tapasztalni, hogy fölöttem repül a repülőgép, és az az igazság, hogy nem valóság, mégsem. És olyan világban élünk, hogy sok mindent meg tudok idézni, sok mindent el tudok érni. És ez a virtuális valóság sok mindent eléhoz, és nem csak ezt akarom kiemelni, hogy egy valamit mégse tud tenni. Még hogyha 4D-ben is lehetek, hogy van illat, még ha mintha az eső is esne rám, van egy ilyen érzetem, de egy valamit mégsem fogok tudni megtenni,
hogy azt a virtuális világban, azt a valakit, akit szeretek, azt meg tudjam érinteni. Valóságosan. Nem. Azt nem. Miért ilyen távolról kezdem, és hogy kapcsolódik ez az első áldozáshoz? Hát úgy kapcsolódik az első áldozáshoz, hogy nagyon sokat hallottatok, tanultatok Jézusról. Én is meséltem, beszéltem veletek. És ugyanakkor most van az az alkalom, amikor már nem csak könyvből vagy képből láthatjátok, nem csak elképzelitek, vagy filmet láttok, hanem most valóságosan történik veletek az, amire készültetek, és nem csak, hogy meg tudod ragadni Jézust, hanem beléd, magadhoz veszed, és bent fog lakást venni nálad, és bent lesz, veled lesz, megérinted. Ti, valaki 14 éves, 12, 11 évesek vagytok, aki készültetek itt, nektek olyan hosszú időnek tűnik, pedig az első áldozásra készültetek ki 2 évet, ki 3 évet, nem többet. És vártatok erre a pillanatra. A zsidó nép, hogyha vesszük a történelmüket, évezredeket várt Jézusra. És voltak kiválasztottak, akik ezt láthatták. És ezek a kiválasztottak nem mások voltak, mint az a nép, aki ott akkor Izraelben élt, és az a 12 apostol, akit itt a hátam mögött is jelképesen láthatjuk, eljött az az idő, amikor ők láthatták őt. 3000 évet várt a zsidó nép Ábrahámtól arra, hogy az ígéret földje, az ígéret embere, az az megígért áldás, amit Ábrahámnak megígért, az megvalósuljon. És ez megvalósult. De nem mindenki láthatta, és nem mindenki tapasztalhatta. Miért mondom így? Ti csak néhány évet éltetek eddig, és néhány évet készültetek. És semmit nem tettetek hozzá, csak annyit, amennyit tanultatok, hogy találkozzatok Jézussal. Ez ajándék, ez kegyelem. És már találkoztatok vele, amikor meggyóntatok, és remélem, az ő irgalmával találkoztatok. Remélem, hogy így volt, hogy senki nem érezte azt, hogy ott elítélik, senki nem érezte azt, hogy szégyenkeznie kell, hanem pont azt éreztétek a Szent Jónásban, hogy de jó, hogy letehetem, még ezt is elmondhatom, pedig néha nehéz elmondani, és ezt is letettem, ezt is le tudtam tenni, ezt is ki tudtam mondani. És egyszer csak azt hallom, állj föl, bűneid meg vannak bocsátva. Nem így volt? Így volt, és ezt Jézusnak köszönhetitek. Ma viszont úgy találkoztok vele, hogy magatokhoz vezitek őt, és annak idején, amikor Jézus itt a földön járt, nagyon sokan akartak vele találkozni, és találkoztak is. Voltak, akik azért, hogy gyógyuljanak. Volt egy leprás, vagy ugyanakkor egy béna, vagy vak, ment, és tanultuk ezekről, hogy mentek hozzá, hogy meggyógyuljanak. De tudjuk, hogy volt 10 leprás, de csak egy tért vissza, hogy hálát adjon és kövesse Jézus. A többi tovább ment. Csak azért mentek, hogy meggyógyuljanak, és követni már nem akarták. De voltak olyanok, akik fölkutatták, és tanítványai lettek, és ezért állhatunk itt, és ezért lehet ez a templom itt, mert voltak, akik követték Jézust, és elvitték a hírt tovább. Egészen ide, Bökénybe elhozták a hírt, az örömhírt, és most ti ennek részesei lehettek. Tehát megkapjátok azt a kegyelmet, amit akkor azok megkaptak, volt, aki élt vele, volt, aki elindult, volt, aki tovább ment. És remélem, hogy ti most, aki találkoztok Jézussal, magatokhoz veszitek, és együtt az úton fogtok járni vele, és vasárnapról vasárnapra, amikor itt leszek, fogom látni, hogy egy-egy nyílisnás tovább fog itt mögöttem állni, segíteni neki. Többiek, akik olvasnak, fognak olvasni. Többiek meg a padokban ülve, itt együtt imádkozva, Jézust kérve az ő kegyelmét, együtt fogunk tovább ünnepelni, és az ő útján járni. Ezt kívánom nektek,
hogy az a találkozás maradandó legyen, és ez a találkozás élet legyen bennetek, és éljetek vele. Amen. Most megkérem a ministráns, hogy ossza ki számotokra a gyertyát, és most meggyűjtük a gyertyát. Annak idején, amikor titeket a templomba hoztak szüleitek, keresztszüleitek, akkor az égő gyertyát a szülők tartottak, és a keresztszülők meg titeket. És a kis fehér ruhát, amit akkor nektek adtak, azt a keresztszülőkre és a szülőkre volt bízva, hogy megőrizzék. Innentől kezdve, mielőtt ti már gyóntatok, most már rátok van bízva ez a fehér ruha, innentől kezdve nektek kell onni tisztán a lelketeket, és ezért megkérem, hogy csak a első áldozók feleljenek, többiek csak lélekben feleljenek a kérdésekre. Tehát annak idején a keresztülők és a szülők tettek keresztségi fogadalmat helyettetek és magukért is, most pedig ti tesztek, csak első áldozók. Mondjatok ellen a gonosznak és tegyetek hitvallást. Ezt kérdezem az egyház nevében. Ellene mondasz-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhess? Ellene mondasz-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerülhess? Ellene mondasz-e a sátánnak, aki a bűn szerze és fejedelme? Most tegyetek hitvallást. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kin halál szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hiszel-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most pedig tegyetek ünnepélyes ígéretet is, hogy mindig hitünk szerint fogtok élni. Mondjátok utánam, Uram Jézusom, első áldozásom napján megígérem neked, hogy minden nap imádkozom, vasárnap misére járok és gyakran áldozom, rendszeresen gyónok, jóra törekszem, és másoknak sok örömet szerzek. Kérlek, segíts, hogy mindig kedves gyermeke legyek a mennyei Atyának, jó testvére embertársaimnak, és eljussak az örök életre. Amen. És ígéreteket fogadja el az Úr, és segítsen meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. El lehet fújni a gyertyákat, és folytassuk a hívek könyörgésével. Most értetek fogunk imádkozni a szülőkkel együtt. Urunk és Istenünk! A Te jóságodba vetett bizalommal állunk most itt előtted. Eléd hozzuk gyermekeinket. Életük útján jelentős állomáshoz érkeztek. Kérünk, hallgasd meg, értük, mondok kéréseinket, imádságainkat. Úr Jézus, vigyázz gyermekeinkre, segítsd őket nehézségeinkben, nehézségekben, küzdelmeikben. Vezesd őket, ha bizonytalanok, add meg, hogy megtapasztalhassák gondoskodó, megbocsátó szeretetet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, köszönjük neked gyermekeinket, kérünk, vezesd és irányítsd ők minden úton, hogy keressenek és megtaláljanak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy első áldozó gyermekeink hitükben megerősödve továbbra is a Te utadat járják, és mind
Show és Kovász éljenek családjukban, barátaik, osztálytársaik között. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hálát adunk neked, Urunk, a világ sok szépségéért és öröméért. Add, hogy a nehézségek mellett mindig legyünk készek észrevenni, hogy az élet, amit nekünk szántál, tele van csodával. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jézus, add, hogy gyermekeinknek mindig legyen elég türelmük és kitartásuk ahhoz, hogy minden embertársukban megtaláljanak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy gyermekeink ne csak a mai napon, hanem mindig ilyen tiszta szívvel és ünnepi várakozással készüljenek a veled való találkozásra. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, eléd hoztuk imádságainkat, a te kezedbe és szívedbe helyezzük azokat a gyermekeket, akik ma először veszik magukhoz legszentebb oltári szentséget, a te értünk adott testedet és véredet. Köszönjük, hogy ma is szeretettel karolsz át bennünket, és vezess utonkon, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neves segítségül hívása által szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te emeljük föl a szívünket. Az adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal, a Szentlélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy. Nem személy szerint való egységben, hanem három személyben és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra, dicsőségedre, hittel vallunk, az fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fenségben.
Ez dicsíti az angyalok és a főangyalok, a kerub és a szeráf kórusok, kik örökké éneklik, és velük együtt mi is zengünk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk. Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletesse a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörük kérünk mindnyájunkon Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Assisi Szent Ferenc atyánkkal, Assisi Szent Klárával, Árpádházi Szent Erzsébettel, templomunknak védő szentjével és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőíte magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőn parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Oh.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondod apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A szent áldozáshoz először az első áldozók járulnak, utána a szüleik, akik meggyóntak, és mindazok, akik egy hónapja vagy két hónapja elvégezték a szentgyónásukat, azok is jöhetnek áldozni. Yeah.
Krisztus lelke, szent. Most az első áldozók megköszönik Jézusnak, hogy most velük van, bennük van, és támogatja őket. Uram, Jézusom, megköszönöm neked, hogy eljöttél hozzám. Itt vagy nálam, és én boldog vagyok. Mindennél jobban szeretlek téged. Köszönöm jóságodat, köszönöm, hogy szeretsz. Megígérem, hogy jóságodat én is jósággal és szeretettel fogom viszonozni. Mindig azt akarom tenni, ami neked tetszik. Kérlek, segíts, hogy mindig jobb legyek, hogy tanításodat tudom tartani, és eljuthassak hozzád az örök életre. Kérlek, segíts és áld meg szüleimet, testvéremet, barátaimat, hozzám tartozóimat. Add, hogy mindnyájan eljussanak hozzád a mennybe. Amen. Ez most valóság. Lehet, hogy nem teljesen tudtam úgy elmondani, hogy mi szerettem volna a prédikációba, de azt akartam kiemelni, hogy nagyon sok minden nem valóság ebben a virtuális világban, amiből néha belecsöppenünk, de nagyon sok minden valóság, hál' Istennek az, hogy vanunk valós szüleink, van valós templomunk, vagyunk mi valósan, és tudjuk egymást szeretni. És most valóságosan jött el Jézus, és nálatok vett lakás, bennetek van, maradjon is veletek, és ti is vele. Ezt kérem. Most még foglaljuk helyet, és Karola szeretne egy verset mondani. Köszönöm szépen szavakat, és ugyanakkor hallgassa meg, mint imádat az Úr Jézus, hogy tényleg tiszták legyetek mindnyájan, és én veletek együtt, meg a szülők is, és imádkozunk kölcsönösen egymásért. Hirdetem a kedves testvéreknek, főleg a hittanosoknak, majd a szentmise után át lehet venni a lapokat, ami a táborra való jelentkezés, azt majd nálam lehet igényelni és odaadom, ott már minden lényegeset megtaláltok, vagy lehet tőlem majd kérdezni. Ugyanakkor jövő vasárnap Krisztusunk szent testének és vérének ünnepe lesz, és a szentmise a szokott időpont a 12 órakor lesz, és ezt követően úrnapja, vagyis úrnapi körmenetet tartunk. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, minden rossztól és gonosztól, és halmozzon el minden mennyei és földi áldásával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, járjatok békével.
Istennek legyen hála.